itt lenne egy újabb Guild Wars 2-es videó, ahol egy eventet fogunk nektek bemutatni. Természetesen nem vagyok egyedül, hanem még velem tart Kelta, illetve Daniel Lord. Sziasztok! Sziasztok! Ja, igen. Inkább Kelta, Keltának jó amúgy? Vagy nem tudom, hogy szólítsak, mert Keltaként ismertelek meg. Tökéletes Kelta. Oké, és na. A lényeg az ebben az eventben, hogy ez lesz a Shadow Behemoth, ugye most a legújabb kis karakteremmel vagyok, aki egy Tief lesz. Ő majd a későbbi WWW videókban fog szerepelni valószínűleg, mivel őt arra tervezem, vagy PvP meg ilyenekre. Na, és ahol tartottam, ugye ez egy event, ami... Meséltem nektek, hogy vannak ilyen sárkányok, meg ilyen nagy dögök, amik így lejönnek, és akkor meg kell őket cseszni. Na, ez kb. Pontosan ugyanaz, csak most sárkány helyett egy ilyen nagy takony lesz, ami valószínűleg hamarosan le fog éledni. Ugye több órát kell várni ezekre, mert mi is legalább 20 percet itt dekkoltunk, hogy leéledjem. És ott is van az első kapu, vagy nem? Az nem az? Az nem az. Az nem az. Na, azt hittem. Mert ilyen kis kapuk fognak majd lejönni, és ezeket kell ugye elkapni, hogy megmentsző legyőzni, és akkor ide fog jönni a behemót. Majd úgyis meglátjátok. De most még várunk, ugye most kezdődik az egész event. Már azért össze is gyűltek itt a játékosok. Elég szép számmal, ahhoz képest. Ja. A csapatunkban ugye most van három Tief és egy Warrior. Ugye most mindenki tifezik. Mindenki... Oh, igen, és kezdődik is az event. Először a kapukat kell szépen egyesével legyőzni, illetve leütni, és utána pedig jönni fog a behemót. Ugye ez valószínűleg nem lesz annyira nehéz, mert elég sokan vagyunk. És ugye ilyenkor nagyobb, magasabb szintű játékosok is ide jönnek, hogy megöljék ezt a szörnyet. Ugye megnézitek például a ketten is a csapatból level 80-asok. Úgy srácok, is nyugodtan megszaladtok ám, tehát... Nem igen tudok mit mondani, azért nem mondom. Van valami hozzáfűzni valótok az eventtel kapcsolatban, és itt is a behemót. Ugye ilyenkor a képernyő kicsit megváltozik, kapunk nagyobb távolságot, és... Ima behemót, aki 14 percünk van, hogy legyőzzünk. Tényleg gyenge bassz, úgyhogy nem probléma. Ilyen szerencsé, mindig benne szokott lenni a határidében. Igen, ott valóban, megnézek, rengeteget sebzünk. Meg ez szóval dobtanak ma prekurzort is anno. Ha megnézitek, ez nem biztos, hogy egy túl hosszú videó lesz ennek köszönhetően, mivel ugye ebben a videóban csak azt terveztem, hogy ezt a boss-t legyőzzük, hogy mégis lássátok, ő a legelső, ha jól tudom, ő a legelső ilyen boss, tehát konkrétan ezzel a karakterrel kb. 2 órája játszom, és már ugye ilyen úgymond epikus harc van a játéknak a legelején, tehát most majd gondoljátok el, hogy milyen lesz a későbbiekben, amikor nagy sárkányok vannak, tehát még ennél bőven nagyobb dögök. Ebbek. Úristen, mennyien gyűltünk össze! Azt a rohadt. Amúgy a maga a behemoth elég jól sebez, csak ugye ki kell kerülni, nem kell fos a fűben egy helyben lenni, hanem szépen kicsit mászkálni kéne, csak ugye sokan nem teszik meg, és azért esett össze az előbb is egy-két gyerek ott középen. Ugye próbálok sebezni, Tiffel ugye közel harcra kéne mennem, de most inkább a távolabbi fegyveremet használom, és azzal lövöldözök szépen én hátulról, mert hát egy kicsit... na. Itt van még két kapu. Három kapu. Ez a behemoth, ez nagyon gyorsan döglődik. Hát azért vagyunk annyian, hogy elég damage-et kiszorjunk rá. Az biztos, és ahogy nézzük, hogy ez a kezdő terület, tehát ez még a legelső pályarészt, a Quensdale. Na, úgy vagyunk úgy, hogy már több mint egy éves a játék, és régebben még többen voltak. Igen. Jó, hát mondjuk akkor kisebb szintűek voltak ugye, tehát ilyen kezdő szintűek, meg akkor még, tehát ugye itt látszik itt egy Ice Bow Westből már azért nagyobb szintű spell, tehát itt vannak 80-asok bőven, akik így full setben vannak, és csak azért jönnek ide, hogy megkapják a free lootot. És bizony, mellé is győztük a behemothot. Ami szépen így, most megpusztul. És itt is van a lootunk. Ilyen szép nagy ládát kapunk. Megnézzük, mit kaptunk. Csak rare tudsz. Én kaptam, én fine-okat kaptam, meg egy masterworköt.
Hát én is általában, én is a kékeket kaptam meg. Jobban tetszett, amikor a prekurzoldotta. Na mindegy. Azt gondolom, várj, nekem még van egy ládám, a daily van. Ugye vannak a játékban daily achievementek, azaz meg vannak havi achievementek, és akkor így lehet ezeket megcsinálni, ami külön ajándékokat ad. Hát kaptam egy Mystic Coint, egy Essence of Luck-ot és egy Karma Redket. Hát ez nem túl sok minden. De remélem azért tetszettek nektek, tehát így mégis megmutathattam nektek, hogy mégis milyen egy kezdő boss itt a játékban. Ugye ő volt a legelső, nem? Tehát ő a legelső boss a játékban. Az emberi területeken. Igen, az emberi, igen. Tehát, igen, mert ugye a térképet, ha megnézitek, ez az emberi kezdő. Itt, mert ezt is egész szépen kimaxoltam. Már csak mi kell? Egy szív, meg még kettő pont. Kettő ilyen felfedezési pont, ami az egyik az itt van, a másikat nem itt van. Majd ne kell őket keresnem. Na. De ezt a boss-t megmutattam, majd még vissza fogunk térni ilyen videókkal. Egyelőre szerintem ennyi elég lesz ezzel. És akkor remélem tetszett nektek ez a videó, úgyhogy ennyi lett volna most ebben az epizódban. Pacsi mindenkinek, sziasztok! 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 Na, és itt lennénk egy újabb bossnál. Ugye az előző videóban egy 14-es, 15-ös boss mutattunk be nektek. Természetesen még ugyanúgy itt vannak a srácok. Sziasztok! Sziasztok! Ja, ez egy teljesen más felvétel. Közben néztük, hogy ugye jönnek. Itt vannak a sárkánynak a kristályai. Most nem egy ilyen szutykot mutatunk be, mint az előbb a behemótot, hanem az egyik sárkányt. Méghozzá a jeges Jormag, nem tudom, hogy kéne mondani a nevét pontosan. Jormag. Ezt a húsárkányt. Aztán, szevasz. Kékszerű húsárkányt. Na persze. Jó. Na, ugye az eventek ugyanígy vannak előesemények. Itt is őrültetően már itt körözget a fejünk között, a fejünk fölött a kis csibém. Úgy tök jó, közben renderelem az előző videót, szóval egy gépem az most egy videót vesz, játszok és még renderel. És jól hakad. Már most kb. Több ideig öljük ezt a kristályt amúgy, mint az előző boss-t. Van benn valami. Ja, yeah. Jó, az első kristály az le van döntve. Már csak 72 maradt hátra. Hál' Isten. Ja, igen, most ugye azért ez a sárkányhoz inkább átjöttem a főkarimba, a Guardian-embe. Kéne ott a kis pityikómmal urálni. Mire ide jutnál, meghalnál vele sajnos? Hát valószínűleg. Hát igen, jól néz ki ez a kar még mindig. Na, ezek meg hol vannak? Igen, a Guardian azért kicsit jobban bírja, mint a Thief. Az lenne szégyen, a fordítva lenne. Hát, az... Nagyon-nagyon kapitánynak kell lenni ahhoz. A Tiff az elég papír. Jó, hogy undorítom, hogy kövesebb ez ilyen 10.000-es kritikálokat. De azért én megmaradok inkább az alap 4.000-es sebzésnél, meg mellette 20.000 HP-nál. Figyeljetek. Jó, még van még két kristály van, igaz? Igen. Ott a két kristály. Közben... ott repked a csirke. Ott a csirkek! Ott van. Megvan az. Merre menjünk? Az a csirke még sok gondot fog okozni. Az biztos elsír... Na, rossz pálát nyomok. Annyira megszoktam most a Tiffet. Oké, újabb kristály. Ez full HP, azt hittem ez full HP van írtelen. Mondom, ne. Hopp, pofára estem. Gyertek. Ezek a jeges kisvertek. Ja, te is pofára estél? Ha, megcsúsztam a jégen. Ez meg. Ekkora poén volt. Legjobb. Legjobb. Kagganok dögöljenek meg. Újabb kristály dölt le. És már csak egy van. Már reméljük minden hamarul leszedik. Ja, vagy... Ja. Kajak egy kristet tovább öltünk, mint az előző boss. Szerintem ennek örülök, mert először nem terveztük ezt a boss-t, hogy ezt is megöljük, mert már rendelem amúgy a videót, amit mindjárt el is kiállítanom lehet, de most meg hagyom ki rendelődni. Most már leszek olyan menő. Mi helyetted is akadok. Itt a csirkénk. Azt... Apá, átállták.
Igen, ez a pici lag, ez nekem is van. Tehát így egy picit ilyen szaggatottan akar mozogni. Utolsó kristály. Akkor jól emlékeztem, hogy még először a pályán is van egy. Már megírom a spellt, már nyomni akarom a 4-est, hogy messziről kapkodok. Isten, mennyien vannak itt. Ezt a kristályt fogjuk addig ölni, mint a behemoltot. Körülbelül. Hát lehet. OP kristály, nerf please. Hát azt nem. Ennyi, ami lesz. Na, oké, és itt is vagyok. Csak itt majd lesz a videóban egy gyors vágás, mert ki kellett vágnom a renderelést, hogy ne halljon meg a gépem. Mert egyre többen leszünk. És a sárkány egy kicsit komolyabb falat. Ja. És ugye a kártya az nem úgy működik, mint a fert, hogy klienst vesz, hanem a képernyőmet veszi. És beledrúg be az, hogy így matotok a Sony Vegasba. Na, hát ez a kristály így lassan megy. Nem vagyunk elegen, vagy mi? Hát nincs elég dimék rá, hogy a sárkány az itt el fog húzódni. Jó, hát még 15 percünk lesz rá, arra is 20. 15, de bőven elég lesz rá. Jaj, én is meghalok. Megoldjuk, hiszen. Ha kell, 4-en lesz egyik. Az... azért nem vagyok biztos. A lényeg az, hogy elszántak vagyunk. Van cheated, vagy mi? Kérek én is. Nem élek ilyeneken. Na, csak egy kicsit. Én ugyan. Csak lennek ilyen cseszek sokan. Mi a játék egy kicsit... Örülnék, ha messzebb lehetne vinni a képernyőd amúgy. Mert... Ez speciális volt közel van. Jó, mondjuk most egy kicsit messzebb lesz, na? Eltalálják a sárkányt. Van. Ja. Hagyjál békén, veterán. Igen, ezt meg kell tisztítani, csak utána jön le. Már rég volt. Meg fiatal koromban játszottam ezzel utoljára. Én ezt a sárkányt aztán meg se voltam amúgy. Azzal a karakteremmel. Szomorú. Ja, tehát eddig a Shatterert voltam meg háromszor, meg a Behemothot kétszer. Az előző résznél volt a második. Több bossod nem is volt? Nem. Akkor a gyenge tekvet lemaradtál. Új, itt a sárkány. Ja. Szerbusz, Sari. Na, fél óránk van rá. Hú, meg lesz. Igen. Összes csuklok mindjárt, hallod? 52. fír. Összes csuklok. Daj. Megyek? Need help, guys. De, megint kapsz a fír. Ember, ezt mondom, ez a fír, ez kiéget. Jó, összedőlt a fal. Erre itt van. Valami Russian pista, felhúzom. Russian pista. Pihent vagy néha. Ja, nagyon. Most nice. Ott az a fal, ilyenkor nem tudjuk ütni, igaz? Nem igazán, a falatka, az kemény. Védjük már meg ezeket a szerencsétlen NPC-ket, akik használják az ágyukat. Mert... Mert lefeküdtem pihenni. Inkább gyere segíteni. Nem lefeküdtem pihenni. Elszedek. Ja, hogy összecsuklottál, bocs. Így van. Jaj. Te itt egy champion, segítsetek már. Hoppá. Azon vagyok. Csak egy champion, hát ezt le tudod szólózni, na? Hogy a viharban el, főleg ha itt van rajtam a fear. Istenem, mennyi OE-juk van. Meg fogok halni megint. Nem csak a sárkánynak a fűrje idegesít, hogy más után hármat eltol. Nem ismeri a CD fogalmát. Ja, most az a baj, hogy az előző TSS beszélgetés miatt ugye nem vagyok a gyors gombon és kattingatnom kell a spellekre. Amíg ott van a 7-esen, vagy a 8-osan. A Signetet azt nem használom, az a 10% damage-re dupa az egész jó. Azt hagyom benn. De ez a champion nem megjön. Jó van, én ráhívom a championokra a kutyákat, mert... De akik ott előharcolnak, miért nem segítenek? Srácok, miért nem segítetek? Itt a champion hátul. Hát már haladni kell a shield-el, mert ugye nem fog akkor vége lenni fél órán belül. Jó, persze, csak hát itt az ágyuk, amiket az ágyukat használjuk, hogy megöljük, nem? Tehát... Csak erre gondolok, ha vannak ágyuk, akkor többet sem. Ha nincsenek NPC-k, nincsenek ágyuk.
Hát jövök, megadom. Jaj, jaj, jövök, akkor szétszerem az arcát. Én kérek elnét, és te ennyire epik vagy, bocs. Nem. Nekik ide nem jövök, ha megadom. Hát akkor itt szerencsétlen kettne ott, hát jövök, megadom. Na, persze itt az arcát. Nézd, meg ide jött, rögtön elkezdett menni a HP. Ennyi, ez csak így. Kárt, akkor köszönöm, hogy megtisztelsz. Szívesen segítek. Rizmert Kárta. Így kelte lesz az új boss a játékban, nem tudom. Új játék boss. Zajtán lesz a házi állatot, nem? Ilyen szövegek, ilyen emótok, jövök megalad, vagy nem tudom. Az jó, még kristályok is, ez úgy kellene, jó van. Még valami? A shieldek még csak... De van még egy champion amúgy ott lenne a srácoknál. Hát persze, de mondjuk ez a champion, ez fontos fog, mert az ágyukat szerint az állat. Na majd, de én a másik na, most meg. Nem a Krisztus, a Champions szedjük a tippet, az előbb a Behemothot. Körülbelül. Persze, mindjárt meghal. Kelta megölte a Champions. Ennyi. Köszönöm, Kelta. Köszönöm. Mondom a csárcukkát. Psz, fír. Köz az epikus zene. Marra jutani olyan a játékot, imádom. Ezt a fírt még Fiddle is megirigyelné, basszus. Hát. Úgy van, de szállom. Jó, ez a csárcunk, ez nem ér sokat, ez egy kalapszar. Na, milyen kemény leszek, mert egyik lövöldözök. De jöjjön csak azt a falat, jó lesz ez. Ja, én a champion, lövöm a falat. Puskával ilyen belőled a champion. Nem puskával, azt ütöttem. Adok nektek buffokat. Jó, hát én inkább takarítok, mert nem igen tudok mit csinálni a... sárkányával. Na most jó lesz. Ledől a shield. Ledől. Nem ledől. Erről van szó. Csasszupan. Csasszupan. Finish him. Fatality. Gyilkold a mancsát. A mancsát üsd. Csak a mancsát. Na más nem is tudok. A szegényem szomorkodik egyet. Ja. Nem tudok damage-et osztani azért. Nagyon nem fogjuk elsőre levinni félig. A fejtelen. Nem mint a szárnyába. Lesz olyan két menet, három inkább. Csak hogy a feléig eljussunk, ja. Tényleg, Diesel, a shipment megvan? Melyik? Akkor állj ide hozzám. Gyere ide. Itt vagyok a leszállópánát, ugye ide kell leérkeznie, nem? Hát de ezt nem most kell. Hát... Amikor lelőik a szárnyát. És oda zoomol, ja, ott pattan egyet, akkor kell odaállni, és akkor kapod meg az achievementet, ahogyha azt meg. Jó, oké, okay, az, ha meghalok, akkor vagy gyerünk. Ha meghalok meg. Ha meg fogsz halni. Meg fogsz halni, mindegyen ekkora degrád zuhan, szóval. Jó, ez jogos. Jó, vissza is tért a kis madarunk. Jön még 8 champion, nem érne. A játék készít... Gyerekek, egy. Jó. Mondtam én. Jó, alatt befagytam ide. Nem már, hallod, ez mi ez a sok fear? Hagyjatok már engem békén, mi a? Nem tudok mit csinálni. Igen, de champion! Nem akarok champion-t, adjatok! Ej, úgy, hogy jövök vissza, sziasztok. Na, legalább így megcsinálok egy achievementet a játékban. Ami marha jó, tehát a játékkészítőjének azért van humorérzéke. Az ez az achievement lényege, hogy öljön meg a sárkány úgy, hogy rámesik. Mert ez a sárkány úgy fog meghalni, szegénykém, úgy pusztul meg, hogy... Hát lelőjük a szárnyát, ő pedig lepottyan az égből. Ugye hát a madárnak nincs szárnya, akkor egy kurva nagyot fog esni. És ha ránk esik, akkor ugye hát valószínűleg megpusztulunk, mert elég nagy. És ez az achievement, hogy öljön meg minket, úgy, hogy ránk esik. Szóval, maga logikus. Na ezt meg azt mondtam. Hát, meg. Csezek, összecsukló. Like always. De kölyök, nem tudok mit csinálni, folyosan. Rohadtul nem sebzem ezt a champion-t amúgy, de mindegy. Igen, ugye milyen elkesedik? Na jó. Már... Ja, Kelta, légy szív. Jövök. Kelta, dolgozz már, az így jól légy szíves. De vagy a barrió, hajrá. Nopá. Nézd, erre lefesszik pihenni, hát ugye, ugye riportolva meghallod. Na, is halltam. Csezd meg. Nagyon el fogunk itt csukkanni, gyerekek. Hát, de én is. És én is össze fogok esni, már csak fél HP-n vagyok. Az, jó van. GGVP. Na. Engem szednek, előbb engem jobban szeretnek.
Engem is szednek azért. Ja, te szedsz. Na jó, hát én nem szedlek, mert meghalott. De én is, is meghaltam megint. Hát egyszerűen folyamatosan összesek, olyan rohadt erősek, mint az állat. Mindenki megpusztul. Én is meghaltam. Szavasz. Jó, hol a checkpoint? Jó, itt közel. De azért mondjuk azért hiányolom a healer képességeket. Hát vannak magukat a healereket. Meg vannak guardianek, akik tudnának adni, csak nekem speciál pont nem olyan spellek vannak benne, ami ilyen jó healt adna. Nem baj, jövök visszafele már el. Teszek be valami szexibet, ami healt ad nekünk, hol van? Én spammelem az F1F2F3-at, ne aggódj, hogy adok mindent. Én is azt hiszem, nem tudom mit adjak le, vagy mit tegyek le, vagy mi lesz jó. Van a kondíció removoló. Azt tudom, még mi van itt, várja, hold the line. Ha, megvan a felén, a HP, akkor most fogják lelőni a szárnyát elvileg. Jaj, nem már, nem akarok lemaradni. Most fog lezuhanni, vagy mi? Aha. Hát Cseszmi? Most jön a második fele. Ja, de most le fog zuhanni, nem? Tehát meg most fog, ja, most fog egyet pattanni. Ott jön a nap, elvileg. De... What? Ja, most lesz. Ide kell jönni. Ja, gyere mellek. Hoppá. Onné. Jó, oké. Rám pattant ez a dög. Pont onnét. Nem, így nézem, hogy nem mondom, ez a nagy szar honnét fog lezuhanni. Nézem, és így puf, meghalok. Jó, oké. Na mindegy. Na, lelőttük a sárkánynak a szárnyát. Achievementet megkaptad? Megkaptam. Plusz 10 achievement point. Nagyon jó. Megérte? Megérte. Hülye vagy, rám egy baszott nagy sárkány. Abszolút megérte. Na, menjünk. Gyere. Ezt a részét rühellem nagyon. Visszafutkozást? Nem, hanem amit most csinálok a sárkány. Ugye ha közel mész hozzá, akkor rád pakol ilyen passziót, ami konkrétan 2 másodperc alatt ledarálja a HP-t, tehát mindegy, mit csinálsz. Igen. Ugye igaziból ezt csak a rangerek tudják sebezni messziről. Nekünk jó, is van ugye a rangedünk, de a charge-unk ahhoz is közel kell menni. Tehát jó, hát a mi rangedünk az csak 900 valamennyi. Nem baj, vettem fel gránátokat, aztán azokat fogok dobálni. Nézd meg, a ranger az honnan lődözi, én innen el se látok idáig. Hát igen, nekünk warrior meg guardiannak mi így odafut, belőle kettőt, aztán vissza. Aztán futhatok vissza healelni, meg várni fél órát, hogy lejöjjön rólam a debuff körülbelül. Hát én innét érem, még innét se érem el. Azért már van damage-ünk, jó van. Király lesz ez, csak tudnám, hogy én itt forgolászok jobbra van, mint egy hülye gyerek, de hogy aztán mit kell ütnem, azt aztán nem tudom. Ah, shit. Virakba a Wall of Reflection-t, az leszedi ezeket a debuff-okat. Nem szednek fel, de engem próbálkoztam. Ah, fú, de utálom ezt a debuff-ot, ecsén. Burrito. Ja, rajtam van. Jó, 6-szor rád stackeli, aztán viszont... Jó Guardian leszek és adok nektek ide milyenféle healt. Aztán szabasz, ennyi, kifúj, adjatok őket. Jó, hát én ennyi. Oda megyek, F1F2F3, tömegbe, aztán... De kajok, mást egyszerűen nem tudok csinálni. Teszek ilyen debuff leszedős dolgokat, meg teszek shieldek, ilyeneket. Teszek egy falat, semmi. Nekem itt csak akkor van hasznom, hogyha elmegy zumbizni, vagy megsértődik. Aztán lehet ütni. Én sokszor azt mondtam, hogy beállok így a tömeg közepére, és én nem látják, hogy nem csinálok semmit. Kivárom, hogy leáll. Jó, így cseles. Harcoljunk, ez az! Harcoljunk! Így. Fight! Támogatom a csapatot. Adjuk a morált, tudod így. Ja, én is. Harcoljunk! You can do it! Hasznos vagy, ez az. Annyira hasznos vagyok. Láttam egy ilyen képet még. Medik! Lolos kép volt, hogy gyerünk, hogy adjál morált, ott gépének azaz például, hogy morál, tudod? És így, hogy GP give me morál, és így you can do it Tristana, you can do it! Beírt a chatbe. Én azon megkartam azon a gyereket, azt nem így találom, hogy ez hülye. Hát ilyen pihennek születni kell. Give me morál! És akkor come on Tristana, you can do it! Tehát megdobni végre ezt a szar. Majd egyszer. De te most nem tudom, felszerem a szerencsétleneket. És így ennyi az összdalom, amit tudok tenni. Na ja, most medikek vagyunk. Ja, de... Felcser! Felcser, mondj! Júj! Eljövök ki! Nem akarok meghalni! Elkaptam.
Medic! Medic! Na, pihenjél már le te jéggekkó, mi van veled? Jéggekkó? Hát de az! Várjál. Na gyerünk! Ja, amúgy na, csak megsértődött. Éreztem a szárnyait? Megsértődött. Nem, nekem is itt vannak. Nem, csak megsebeztük. Jól bevágolt. Nem, le kéne törni a szárnyának. Ne szokott esni. Hát akkor most nem esett le. Hát most nem. Most úgy gondolt a szárnya, hogy most nem esett. Oh, easy! Leszólóztam. De ez kellte volt. Igen, és ilyenkor sárkány megsértődik, és elmegy a vízbe. És lenne 3 óra múlva jön vissza. Igen. Ja, belefagy az óceánba. Ó, kaptam valamit. Ó, mindenki. Ó, kaptam. Ez mi ez a bónusz chest? Ja, bónusz chest. Ja. Mi ez a bónusz chest? Ja, bónusz chest. Ja, szép volt. Ja, jó volt, jól meg azt mondtad, jól van. Büszke vagyok. Jó, kaptam már aranycuccokat. Legalább lesz mit szétkapni. Kaptam ilyet. Ó, oh, kaptam megtud. Ez jó, ez megéri. Ó, kaptam 2 exotic dobozt. Ó, oh, én is kaptam 2 exotic dobozt. Persze, semmi nem volt benne használható. Csak egy Rampage Arterinket. Preview. Yeah. Ennyi volt. Roll of knowledge. Nagyon jó, let's kill pontot. Ó, oh, még egy ektó. Jó, legalább szereztem kb. Egy goldot ezekkel. Aztán szóval rá. Mit tudok szétszedni? Ezt. Ugye ez is adott egy ektót, tisztára megéri. Jó. Ez így funny volt. Na, viszont akkor sikerült nektek bemutatnunk 2 boss-t is. Egy kis szintű boss-t és egy nagyobb szintű boss-t. Azért láttátok, még ennél van bőven erősebb boss, tehát ez ilyen középkategóriás csincsilla volt. De azt hiszem nem volt rossz. Szerintetek, srácok? Szerintem nagyon jó volt. Give me morál! Jó kis arcot lehetett volna. Azért azt nem mondanám, hogy középkategóriás, egyik legerősebb boss, de... Ja. Mi? Emiatt nem volt, túléltük azért. Hát végül is, miután 20-szor meghaltuk, hát túléltük. Miután levetem a championokat. Ja, igen. Jó, keltának köszönhetjük azt, hogy megnyertük az egész harcot. Így van. Már én is adom a sok retket. Ó, ez az. Ó, ez az. 14 goldom van már. Na, Techvart viszont... tudok kell megmutatni a nézőknek, aztán az úgy lesz 3 órás videó, ja nem? Majd, na persze, majd az meg szépen máskor. Na viszont akkor így legalább 6 percből lehet egy kicsit hosszabb videó. Köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek, reméljük tetszett nektek ez a videó ismét. Pacsi mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!